Ebben a szezonban a bajnokságot és a kupát tekintve már 10. alkalommal találkozott egymással a két együttes. A tét a bajnoki döntő volt, és az első negyedet magabiztos játékkal 15-re nyert a Nyíregyháza. A második szedben végig fejfej mellett haladtak a csapatok, végül a Békés Csaba 27-25-tel egyenlíteni tudott. A harmadik játékrész is végig izgalmasan alakult, de ezúttal a hazaiak örülhettek, mivel a vendégek csak 22 pontig jutottak. A negyedik játszma elején ellépett ellenfelétű Hollósi László együttese, amely jól gazdálkodott előnyével, így a Békés Csaba hiába küzdött, a mérkőzés 3-1-jel, a párharc pedig 3-2-vel a Nyíregyházáé lett. Az első játszmát hál' Istennek nagyon szépen kezdtük, tehát nagyon demonstratívak voltunk. A második játékban egy kicsit megakadtunk, de aztán sikerült ezen túllépni. Tényleg minden játszma nagyon szoros volt, minden játszma nagyon kiélezett volt. Tényleg csak akkor tudtuk elhinni, illetve gyakorlatilag mostanra kezd tudatosulni, hogy mekkora dolgot cselekedtünk. Ott a lefújás pillanatában az első gondolat az volt, hogy na végre, hogy vége, mert azért ez már egy idegörlő összecsapás volt. A Fátum Nyíregyháza 2018 után ismét bejutott a bajnoki döntőbe, ahol a Vasas Óbuda vár a tavalyi ezüstérmesre. Egy döntő az egész más kávéház, ha lehet így mondani. Érdekes lesz, ugye mi nyilván most egy sorozat mérkőzésből érkezünk, a Vasas csapata meg úgymond csak erre a döntőre készülhetett rá. Náluk van a pályája előny, egyáltalán nem lesz egy könnyű összecsapás, de ha már itt vagyunk a döntőbe, akkor meg kell ragadni a lehetőséget, és úgy kell fölállni, hogy tényleg akkor nem elég az, hogy csak megpróbálni, hanem tényleg úgy álljunk ebbe az összecsapásba, hogy higgyünk abba, hogy ezt a bajnoki címet be lehet húzni. Tisztességgel föl kell készülni, és utána meglátjuk, hogyha a lányok mindent kihoznak magukból, akkor idézőjelbe teszem, és ezt ne tessék most félreérteni, akkor az eredmény csak másodlagos, de tényleg fel fogunk készülni becsülettel, és tényleg olyan elánnal akarunk belemenni ebbe a mérkőzésbe, hogy nyerni akarunk, úgyhogy kellő izgalommal várjuk ezt az összecsapást. A döntő első meccsét a kiírás szerint húsvét hétfőn rendeznék, aztán két naponta követnék egymást a mérkőzések. Mivel az országos sportcsatorna több találkozót is közvetíteni akar, egyelőre még nem végleges a finálé programja.